mikroszkopikus forgalomszimulációkat. Folyékony, tüzelő, medelformát, szemmozgás követően, szintaktikus biopolitikus, mesterséges intelligencia. Ugye a Bolyai Plusz ösztöndíjasok esetében ugye egy kicsit más az UNKP-nak, az UNKP ösztöndíjnak az elvárása, mint a hallgatók vagy a doktorandusz hallgatók esetében. Ugye itt a Bolyai Pluszosok kifejezetten az oktatásban való disszeminációra kapják az ösztöndíjat, és ugye ez nálam nagyon jól találkozott, mivel hát aktív oktató vagyok a karon, és ez a krízisépítészet téma is igazából az oktatásból jött, és ez egy nagyon jó lehetőség volt, hogy az UNKP kapcsán mindezt vissza lehetett forgatni, akár a TDK dolgozatokba, akár komplex diplomatervekbe, egyáltalán egy speciális kurzusba. Tehát, hogy elég jól találkozott nálam a napi oktatási gyakorlattal és a kutatási téma fő, hát mondjuk kihívásaival. Ez az ösztöndíj annyiban segített, hogy én a kutatócsoportomra több időt tudtam szánni, illetve több kutatást tudtunk elvégezni ebben az elmúlt 10 hónapban, és ezeket a kutatási eredményeket rangos nemzetközi lapokban tudtuk lepublikálni, tehát alapvetően a nem csak személyes, hanem BME oldaláról is ez egy igen pozitív hozadéka ennek a pályázatnak. Ugye ez az ösztöndíj főleg a kutatási eredmények disszeminációjáról, közléséről szól, erre én korábban nem fektettem nagy hangsúlyt, és a pályázat kapcsán nagyon el kellett gondolkoznom arra, hogy ennek milyen formái lehetségesek, és hogyan lehet a legjobban ezt megcsinálni. Én úgy gondolom, hogy ez az UNKP ösztöndíj egy kiváló lehetőség arra, hogy önálló kutatást végezze az ember, és ebben nagy segítséget nyújtott. Tulajdonképpen ez egy bolyai pályázattal összefüggésben lévő ösztöndíj, és ennek a végső célja az MTA doktora cím elnyerése, és tulajdonképpen önálló kutatócsoport létrehozása. Az UNKP ösztöndíj elsősorban a kutatás disszeminációjában segített, de elsősorban a bolyai ösztöndíjhoz kapcsolódó kiegészítő kutatás és a kutatási eredmények terjesztésében, publikálásában nyújtott segítséget. Például ugye lehetőség volt az eredmények meg a kutatási terület ismertetésére kutatók éjszakáján, különböző kutatási szemináriumokon és egyéb rendezvényeken. Az UNKP-ban számomra két fontos tényező volt az anyagi támogatás mellett. Az egyik a motiváció, ez alatt azt értem, hogy azokat a kutatásokat, amikkel az ember szívesen foglalkozna, ahhoz ad egy keretet, hogy ebből szülessenek publikációk, illetve már olyan eredmények, amiket szélesebb közönség számára is be lehessen mutatni. A másik fontos tényező számomra az a témavezetési tevékenységnek a támogatása, és én törekedtem arra, hogy az ösztöndíjamat arra is felhasználjam, hogy a hallgatóimnak tudjak lehetőséget biztosítani konferencia részvételre, cikkek megjelentetésére. Természetesen tervezem folytatni a kutatást, ezeket a témákat, más témákkal együtt is. Hát egy kutatásban, egy igazi kutatónál nyilván nincs megállás. A most megkezdett munkát nyilván a doktoranduszok, a PhD hallgatók is viszik tovább velem együtt az én témavezetésemmel, és új ötletek is származtak az elkezdett kutatásokból. Kutatási irányvonalat mutatott, ami nem lezárult, hanem folytatni tervezem. Tehát alapvetően továbbra is pályázni szeretnék, további ösztöndíjakra, illetve a kutató munkát a most elért eredményekre alapozva szeretném folytatni. Ez a téma lényegében a rövidesen elkészülően adott a disszertációmnak a része, tehát aktívan kutatok jelenleg is, illetve tervezem a későbbiekben is az ezzel való munkát. Számos nyitott kérdés van még ebben ezen a területen, ahogyan ezt az előadáson is mutatni fogja majd. Igen, tervezem folytatni. Például, ahogy ez majd az előadásommal is ki fog derülni, itt két befejezetlen cikk lett abból a témavezetési tevékenységből, amit az UNKP Bolyai Plusz ösztöndíj kapcsán csináltam, mert ezeket a cikkeket be kell fejezni még.
Tehát egyrészt pályázzanak értelemszerűen, itt vesztenivaló nincsen, legrosszabb esetben egy olyan kutatási programot állítanak össze, ami mondjuk most nem kap támogatást, de esetleg egy más pályázati programban, vagy egy következő felhívásnál fog támogatást kapni. Legyenek realisztikusak, azért az fontos szem előtt tartani, tehát itt egy egyéves kutatásról van szó, legyenek olyan vállalások, amik kimutathatók, indikátorként konferenciacikk, folyóiratcikknek az előkészítése, de ne vállalják túl magukat. Hát alapvetően az a tanácsom, hogy merjenek komolyan vállalásokat is beírni, nem csak azért, mert ez jól mutat, hanem ez nagyon fontos nekik is majd később a szakmai előmenetelükbe, és ezek igenis teljesíthetők megfelelő munkával. Én mindenképpen bíztatnék minden fiatal kollégát arra, hogy végezzen önálló kutató munkát. Ezzel nem csak szélesíti ismereteit, hanem egy olyan világba kap betekintést, ami kimondottan érdekes. Úgyhogy mindenkinek javaslom az UNKP pályázatokon részvételt is, illetve alapvetően a kutató munkát szerintem érdemes minél fiatalabb korban megismerni. Hát a hallgatóknak mindenféleképpen azt, hogy találják meg azt a területet, ami őket érdekli, és amiben kvázi ki tudnak teljesedni, és azt követően célzottan TDK-zzanak, illetve keressék azokat a lehetőségeket, pályázati lehetőségeket is, mint amit például az UNKP hallgatóknak, illetve kutatóknak szán, ami tudja őket segíteni abban, hogy elérjék a céljaikat. Nagyon fontos az UNKP elnevési ez jelenleg, hogy az ember, a fiatal hallgató, de TDK munkával részt legyen. Tehát, hogyha valakit érdekel a tudomány, akkor korán el kell kezdeni ezt a tudományos munkát egy olyan témavezetőnél, akivel jól lehet együtt dolgozni, ahol a téma is érdekes, meg ahol van esély a TDK-nak egy időben való befejezésére. Azt a tanácsot adnám, hogyha kutatási motivációt éreznek, vagy van olyan ötletük, amelyet szeretnének tudományosan mélyebben megvizsgálni, akkor mindenképpen vágjanak bele, és nyújtsanak be egy UNKP ösztöndíjat. A javaslatom az, hogy akinek komolyabb akadályoztatása nincsen, vagy egyéb komoly indoka nincsen arra vonatkozólag, hogy miért ne pályázza meg, azt pályázza meg ezt, mert nagyon nagy valószínűséggel el fogja nyerni. Azt a tanácsot adnám, hogy pályázzanak, és nézzék meg, hogy tudnak sikeresen pályázni, és arra készüljenek fel. Ha egyszer nem sikerül, akkor pályázzák meg még egyszer, és még egyszer, amíg nem sikerül, de legyenek tisztában, ez nagyon fontos a követelményekkel. Mi kell ahhoz, hogy sikeresek legyenek egy UNKP pályázatnál, erre lehet tudatosan készülni. Úgyhogy én ezt tanácsolom nekik, hogy tudatosan építsék az életüket.